Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Igazgatási szünetet tartanak. Megszületett az energiaválsággal kapcsolatos első döntés a testületi ülésen. Kétnapos konferencia kezdődött. A táplálkozással kapcsolatos aktualitásokról esett szó a Gál Ferenc Egyetemen. Nincs jelentős változás. Békés Csabán stagnálás érzékelhető a koronavírus járványt illetően. Segítenek a könyvtárban. A bibliotékában is ki lehet tölteni a népszámlálási kérdőíveket. 20%-kal emelték a gyermekétkeztetés térítési díjait, valamint megszületett az energiaválsággal kapcsolatos első döntés is a csütörtök délelőtti testületi ülésen. Az önkormányzat ismét csatlakozik a felsőoktatásban tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalokat segítő Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerhez. Emellett szó volt a szakrendelő felújításáról is. Ez a nap híre. Több témában született döntés a csütörtök délelőtti képviselőtestületi ülésen. Sok Gyulait érdekel az az információ, hogy igaz-e a hír, hogy október közepétől várhatóan jövő év májusig felújítás miatt bezár a szakrendelő intézet városunkban. Durkó Károly a szakrendelő felújítása kapcsán interpellált. Becsei László főigazgató főorvos levélben reagált a kérdésre. A Békés megyei központi kórház Pándi Kálmán Tagkórház Gyulai rendelőintézetében a járóbeteg szakrendelések átmenetileg a kórház egyéb épületeiben működnek. Változatlanul biztosítják a lakosság járóbeteg szakellátását. A járóbeteg rendelések költöztetésére azért van szükség, mert intézményünk sikeresen pályázott az épület korszerűsítésére egy EFOP-os kiírásra, járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Békés megyei központi kórházban című pályázattal, amely megvalósítása érdekében a rendelőintézet épületében a felújítások időszakában nem tudnak betegeket fogadni. A tervezett műszaki munkálatok előreláthatólag 4-5 hónapot vesznek igénybe. Tervezettem 2022. október és 2023. március között valósulnak meg. A pályázat célja az épület műszaki biztonságának fejlesztése és korszerű eszközök beszerzése. A korszerűsítés érinti a víz és elektromos hálózatot, kijavítják a tetőt, valamint tisztasági festésre is sor kerül. A költözésről, az elérhetőségek és a rendelési helyek változásáról folyamatosan tájékoztatják a lakosságot a kórház honlapján és az intézmények porta szolgálatain. A grémium a napi rendelőti beszámolók között elfogadta a Gyulai Szakképzési Centrum, valamint a Gyulai Tankerületi Központ 2021-2022-es tanévre vonatkozó tevékenységéről szóló előterjesztést. A főnapi rendek között elfogadták a Gyula Város Egyesített Óvodájának beszámolóját. 450-450 ezer forinttal támogatták az Őszidő közalapítványt, valamint a Wenkheim Krisztina közalapítványt. Előbbi esetében a működési költség fedezésére, emellett gyógyászati segédeszközök vásárlására szeretnék fordítani az összeget. Az utóbbi közalapítvány pedig a Káváriánál található, régi gyümölcsfák kertje faragott díszkapujának költségeire használja fel ezt az összeget. Idén is csatlakozik felsőoktatásban tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalokat segítő Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerhez a gyulai önkormányzat. Az ülésen a gyermekétkeztetésről szóló rendeletet is módosították. November 1-től 20%-kal emelték a térítési díjat. Elhangzott, egy óvodásnak a három étkezés nettó 569 forintba fog kerülni. Az általános iskolák esetében 474-re, míg a középiskoláknál 517 forintra nő az összeg. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendeletet is módosították. A Nürnberg utcai boltnál található szelektív hulladékgyűjtő sziget megszűnik. A Honvéd utcai lakossági kérésre átkerül a piac kijáratához. A Békesugár út 27-nél található pedig elkerül az Erkel Ferenc Művelődési Központ melletti parkolóhoz. Az ülésen megszületett a testület energiaválsággal kapcsolatos első döntése. 2022. december 21-e és 2023. január 1-e között igazgatási szünetet rendeltek el. A hivatal ezen időszak alatt zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel. Azért az élet nem áll meg, mert lesz ügyelet. December 27 és 30 között
reggel 8 és 12 óra között ügyeleti rendben intézhetőek majd a halotti anyakönyvezés, a köztemetés, valamint a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetből adódó szociális ügyek. Minden más esetében pedig majd január 1 után tudunk ezzel foglalkozni. Ezzel energiamegtakarítást tudunk elérni. Amit tudtunk korszerűsítés terén, azt megtettük az elmúlt években, akár önerőből, akár pályázati forrásból. A grémium zárt ülésen döntött a Gyulahús Kft. Akvizíciós eljárásáról, a Havasi István díj adományozásáról, valamint a Bai Zoltán tanulmányi ösztöndíj odaítéléséről. Kétnapos tudományos konferencia kezdődött csütörtökön a Gál Ferenc Egyetem egészségi szociális tudományi karán. A tanácskozáson a táplálkozással kapcsolatos aktualitásokról esett szó többféle nézőpontból. Táplálkozástudományi szakemberek harmadik országos konferenciáját rendezik meg csütörtökön és pinteken a Gál Ferenc Egyetem egészségi szociális tudományi karán. 4 évvel ezelőtt született meg a Debreceni Egyetemen az a gondolat, hogy legyen olyan esemény, amely nem kifejezetten dietetikusok, hanem élelmiszeripari szereplők, pszichológusok, illetve minden olyan szakember, aki valamilyen módon kapcsolódik a táplálkozás tudományhoz jelen legyen. A konferenciának már második alkalommal ad helyet Gyula, az első alkalommal online, míg idén hibrid, jelenléti és online formában tartják az eseményt. A Gál Ferenc Egyetemnek a missziójának is része, hogy mindazon feladatokat, ami az egészséges életmódra, nevelés, táplálkozás, mozgás, sport, lelki gondozás, azok kiemelten szerepelnek a Gál Ferenc Egyetem tevékenységei között. De ugyanígy látjuk azt, hogy olyan fajta stresszhelyzetek, traumák, mint akár a Covid-járvány, háborús, egyéb konfliktusok is olyan fajta táplálkozási változásokhoz vezethetnek, mind mennyiségi, mind minőségi szempontból, amivel a táplálkozás tudománynak idejében foglalkoznia kell. A kétnapos program elsősorban táplálkozás, valamint élelmiszertudományi szakembereket, dietetikusokat, ápolókat szólít meg. A délelőtti plenáris előadásokat tudományos értekezések követtek. Párducné Szőlősi Andrea főiskolai docens, az elhízás szerepe a reprodukciós egészséget érintő megbetegedésekben címmel tartott előadást. Akár már a gyermeknőgyógyászatban nagyon fontos olyan korképek lehetnek, amelyek az elhízáshoz kapcsolódnak, mert a gyermekkori elhízás az befolyásolja a későbbi megbetegedéseket is. Ugye számos elváltozásnak a táptalaja lehet már a gyermekkori túlsúly, illetve elhízás is. Ilyen nőgyógyászati tipikus problémák lehetnek például a különböző vérzészavarok. Ez lehet akár csökkent, akár egy bővérzés, egy nagyon fontos endokrin kórkép, ami a gyermek nőgyógyászatban, illetve nőgyógyászatban is fontos, a policisztás ovárium szindróma. Herceg Viktória iskolai szociális munkás. Miért látok mindenhol kalóriákat, serdülőkor helyett evészavar? Segítők és fiatalok küzdelme az iskolai mindennapokban kérdésekre adott választ az érdeklődőknek. A Covid és karantén időszak alatt a családok össze voltak zárva. Nagyon sok szülő elveszítette a munkahelyét. Főleg a serdülőknél nagyon látszik az, hogy náluk a kortárs kapcsolatok nagyon fontosak lettek volna, ami nem valósult meg. Online felületeken tartották a kapcsolatot, Snapchat, TikTok, Instagram, túlosztottak, megosztottak. Az online és az offline virág keveredett. A kommunikációban látjuk nagyon például azt, hogy deficit van, nem tudnak egymással személyesen mit kezdeni. Írnak messengeren például egymásnak úgy, hogy egymás mellett ülnek. Tehát nagyon-nagyon komoly befolyás volt. A nap során a gyermekkori elhízás rizikó tényezői szóba kerültek a szülők szemén keresztül. Szülői szemmel mutatom be, hogy hogy látja a szülő a gyermekeknek, a gyermekének a táplálkozását, illetve vajon helyesen ítéli meg a saját gyermekét testalkata tekintetében. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos a megkérdezettek negyede nem helyesen ítéli meg. Tehát általában kicsit soványabbnak látjuk a gyermekünket, nem látjuk azt, hogy még túlsúllyal küzdködne, vagy éppen normál testalkatú és soványnak ítéljük meg, hogy egy picit még egyen és egy kicsit még hízzon. A konferencia második napján többek között a gombafeldolgozás új módszereit járják körül, valamint a tudatos élelmiszerválasztás kérdéseivel foglalkoznak.
Országos átlagban enyhe csökkenés, Békés Csabán stagnálás érzékelhető a koronavírus szennyvízben mért örökítő anyagát illetően. Az előző héten tapasztalt stagnálás után az országos átlagot tekintve enyhén csökkent a szennyvíz koronavírus örökítő anyag koncentrációja. A vizsgált városok többségét stagnáló tendencia jellemzi, emelkedés már sehol sem figyelhető meg. Csökkenés Budapest déli szennyvíztisztítójában, Szegeden és Veszprémben tapasztalható. A mért koncentráció két mintavételi helyen, Kaposváron és Kecskeméten a mérsékelt, míg 20 helyszínen az emelkedett kategóriába esnek. Békés Csabán a koncentráció még mindig emelkedett, a tendencia stagnáló. Nem keresik fel személyesen azokat, akik október közepéig kitöltik és elküldik a népszámlálási kérdőívet. Ebben nyújt technikai segítséget a Gyulai Könyvtár. Önállóan is ki lehet tölteni az online kérdőíveket. Aki ezt október 16-áig megteszi, azt nem keresik fel a kérdezőbiztosok. Október 1-én újra népszámlálást tartanak hazánkban. Az adatokat immár az interneten is el lehet küldeni. Ebben akár a Gyulai Könyvtár segítségét is kérheti bárki, legalábbis a technikai feltételeket ők biztosítják ahhoz, hogy náluk ki lehessen tölteni a kérdőíveket. Országosan is segíteni szeretnénk a könyvtárak a népszámlálási kezdeményezést, illetve adatgyűjtést. Ugye a Magyar Könyvtársak Egyesülete megállapodást írt alá a KSH-val, ez alapján ösztönöznek könyvtárakat, intézményeket, hogy ebbe kapcsolódjanak be ebbe az adatgyűjtésbe, népszerűsítésébe is, de úgy, hogy helyet adnak magának az adatfelvételnek. Úgyhogy október 1 és 16 között itt a Gyulai Magyaros János Városi Könyvtárban is a digitális jóegy programgépek használhatók lesznek arra, hogy a népszámlázási online kérdőívet kitöltsék az emberek. Dézsi János igazgató hangsúlyozta, ők kizárólag technikai segítséget nyújtanak, mást a személyes adatok miatt nem is tehetnek, vagyis elérhetővé teszik azt a felületet, melyen bárki beírhatja a szükséges adatokat. Erre nyitvatartási időben a központi Városház utcai épületben, illetve a Gyulavári Fiók könyvtárban is nyílik lehetőség, és emiatt természetesen beiratkozni sem szükséges. Ha valaki otthon nem rendelkezik internet kapcsolattal, vagy valamiért inkább ez biztonságosabbnak érzi, jöjjön hozzánk a könyvtárba, ez nem mindenféle egyéb díj nélkül lehetőséget biztosítunk erre. És mivel, hogy állampolgári kötelességként szerepel ez a törvényben, tehát így is úgy is meg kell ezeket tenni, talán jobban jár az, aki hozzánk jön el, és nem arra kell várnia, hogy majd ezt követően az október végi, november elejé időszakban egy számláló biztos felkeresse őt, mert hiszen mindenképpen megtörténik ez az adatfelvétel. A könyvtárosok arra is felhívták a figyelmet, aki élni kíván az általuk kínált lehetőséggel, hozza magával a 12 jegyű belépési kódot. A fő attrakciók télen is nyitva lesznek, de a Kohán képtár és a Ladicsház 4 hónapra bezárja kapuit. Rövid hírek következnek. Szép látogatószámokat produkáltak az év eddig eltelt időszakában a gyulai múzeumok. Fekete Domb Ildikó, az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. Kiállítóhelyekért felelős ügyvezetője a 3 témában arról számolt be, hogy mind az 5 hozzájuk tartozó helyszínnel elégedettek lehetnek. A korábbi évekkel összevetve olyan tekintetben meglepő változás érzékelhető, hogy az azonos hónapok idén nem a korábban megszokott trendhez igazodtak, a gyengébb májust erősebb június követte, az augusztus pedig némileg elmaradt a vártól. Ha a gyulai várat nézzük, akkor 2019-ben 102 ezer, idén pedig augusztus végéig, vagyis 8 hónap alatt 74 ezer ember kereste fel a látványosságot. A műsorban szó esett a múzeumok őszi fesztiváljáról, melyen idén a múzeumok bemutathatják, milyen sokféle szerepet képesek vállalni a társadalmi, gazdasági és természeti szempontból fenntartható fejlődés megvalósításában. Gyulán mind az 5 helyszínen lesznek programok. Az elkövetkezendő hónapok tartogatnak nehézségeket a kiállítóhelyek számára is. Az emelkedő energiárak miatt ezeken a helyszíneken is takarékoskodni kell. A legfontosabb attrakciók azonban nyitva lesznek a leghidegebb hónapokban is,
ezt a turisztikai ágazat szereplői különösen fontosnak tartják. A vár és a kastély tehát nyitva marad, de nem zár be az erkelház sem, igaz a nyitvatartás szorosabban igazodik a téli időszak szokásaihoz. A korábbi évek tapasztalata az, hogy délután 4 óra után már nagyon kevés a látogató, ezért novembertől márciusig a vár és az Almási kastély 2 vasárnapig 10 és 16 óra között tart nyitva. Az Erkelház 2 szombatig 10 és 14 óra között tekinthető meg, a Ladics ház és a Kohán képtár pedig erre a 4 hónapra bezárja kapuit. Szerda délelőtt a Békés Csabai Munkácsi Múzeumban tartottak projektnyitó sajtótájékoztatót a Békés megyei foglalkoztatási paktumról. Egy 4,3 milliárd forintos program révén közel 2600 álláskeresőt, elsősorban 50 év felettieket és kisgyermekes anyukákat vérteznének fel olyan képességekkel, melyeknek köszönhetően nagy eséllyel helyezkedhetnek el a munkaerőpiacon. Most nagyjából 11 ezeren keresnek állást Békés megyében, miközben a cégvezetők sokszor arra panaszkodnak, hogy nem találnak megfelelő szakembert. Ez a projekt erre a problémára is megoldást kínálhat, hiszen képzéseket fognak indítani és bértámogatást nyújtanak. Az eseményen Zalai Mihály megyei elnök arra emlékeztetett, az elmúlt bő egy évtizedben kedvező folyamatok indultak be a térség munkaerőpiacán, kevesebb, mint a felére csökkent az álláskeresők száma. Idővel a közfoglalkoztatottak is egyre kevesebben lettek, mégpedig azért, mert többségük a versenyszférában találta meg számításait. Mindehhez nagyban hozzájárult az a Paktum projekt, mely a korábbi pályázati időszakban 5000 hátrányos helyzetű embert vezetett be a munkaerőpiacra. A projekt várhatóan 2027 végéig tart, a tervek szerint addig 2600 ember munkába állását segíthetik, köztük olyanokét is, akik inaktívnak számítanak. Izgalmas időszak elé nézünk, való igaz, hogy az egész iparágot, az egész országot, a gazdaságot érinti az energiaárak emelkedése, hogy ez nálunk is érezhető. A vendégek utazási kedve nemhogy nem csökken, hanem minden eddiginél jobb mutatókat produkált szeptemberben. Hangsúlyozta Boros Zoltán. Gyula legnagyobb szálláshelyének igazgatója hozzátette, az energiaárak emelkedése ellenére nem éreznek változást a keresletben. Igyekeznek a vendégek kiszolgálásának minőségét és az adott értéket folyamatosan növelni. Több éve megfigyelték a fürdővárosban, hogy a szezon kitolódik szeptember első két hetére. Ez a tendencia idén is beigazolódott. Ezt követte a Pálinka Fesztivál, amely teltházat hozott. Boros Zoltán kiemelte, a foglaltsági adatok azt mutatják, hogy kiemelkedő számokat fog hozni az október is. Az igazgató elmondta, előrelátóak voltak az energiaárok növekedésével kapcsolatban. Tavaly ősszel zárták be és kezdték előkészíteni a hotel munkácsi szárnyának a felújítását. Boros Zoltán elmondta, az új szárnyat 2023 nyarára szeretnék megnyitni a vendégek számára. A Nemzeti Művelődési Intézet kezdeményezésére indult el a szakkör elnevezésű program, ahol online felületen kaptak lehetőséget az érdeklődők arra, hogy betekintsenek különböző, hagyományos szakköri tevékenységekbe. Első körben a pandémia alatt indult el a kezdeményezés, amikor a személyes találkozók hiányában online formában lehetett csak részt venni a szakkörökön. A járvány enyhülésével, amikor lehetőség nyílt újra találkozni, akkor az Erkel Ferenc Művelődési Központ két közösséggel gyöngyfűző szakkört indított. A szakköri foglalkozások 2-3 órán át tartottak, és közel fél éven át heti, két heti rendszerességgel találkoztak a közösségek. Október 26-án hétfőn nyílt kiállítás az elkészült alkotásokból a Művelődési Központ első emeletén. A Kreatív Klub több mint 20 tagból áll, melyből 15-en vettek részt a 29 témából álló videósorozat alapján elkészíthető gyöngyfűzésben. A Román Általános Iskolából 10-en vettek részt a gyöngyfűzésben. A kiállítás október 12-ig tekinthető meg a Művelődési Központ első emeletén. Továbbképzést tartottak Békés megyei vadászoknak Békés Csabán. Lapszemle következik. Továbbképzés vadászoknak. Az egyre nagyobb számban előforduló és komoly károkat okozó aranysakálok elleni védekezésről és a madármérgezésekről is szó esett a megye hivatásos vadászai számára szervezett továbbképzésen, írta a Beol.
Békés megyében a program a 85 vadásztársaságnál alkalmazott, mintegy 170 hivatásos vadászt érintette. Jelentős változások lesznek Felsővároson. A szegedi plébánián a kiadások csökkentése érdekében a plébánia a közösségi házba költözik, írta a szegedcsanád.hu. A templom liturgikus terét átalakítják, és a harang is újra szólni fog, közölte Fazakas Attila plébános. Rengeteg élmény három napba sűrítve. A Párciumban jártak a nyugdíjas pedagógusok, adta hírül az Orosz Café. Az orosházi csoport Nagy Károly mellett több települést is felkeresett, így Nagy Szalontán is jártak. Alább hagyott az esőben a szarvasbőgés. Nemrég a késő délutáni esti órákban szervezett túrát a Kissáréten a Körösmaros Nemzeti Park. Az eseményről beszámoló kmnp.hu felidézte, a kirándulás fő célja az volt, hogy meghallgassák a gímszarvasbikák bőgését. A következő napokban sem maradunk csapadék nélkül. A hétvégén olykor kisüthet a nap, a jövő héten pár fokkal hűvösebb lesz. Pénteken gyakran megnövekszik a felhőzet, és újra eleredhet az eső. A hőmérséklet az éjszakai 13 fokról kora délutánra 25 fokig emelkedik. Szombaton a változóan felhős napos időben az erősödő szél mellett csapadék is várható. A hőmérséklet 14 és 22 fok között alakul. Lássuk még egyszer mai híreinket. Igazgatási szünetet tartanak. Megszületett az energiaválsággal kapcsolatos első döntés a testületi ülésen. Két napos konferencia kezdődött. A táplálkozással kapcsolatos aktualitásokról esett szó a Gál Ferenc Egyetemen. Nincs jelentős változás. Békés Csabán stagnálás érzékelhető a koronavírus járványt illetően. Segítenek a könyvtárban. A bibliotékában is ki lehet tölteni a népszámlálási kérdőíveket. A Gyula TV híradóját látták, most a csütörtöki testületi ülésről közvetítünk. Nézzék híreinket, videóinkat a Facebookon, a YouTube-on és a gyulatelevizio.hu oldalon is. További jó tévézést kívánunk, köszönjük figyelmüket!